a ma esti három kitűnő produkció közül az egyik, a Balázs Elemér Group produkciója. A Balázs Elemér Groupot most a vezető, Balázs Elemér, Dés Andris, az ütőhangszeres, és Balázs József, zongorista, valamint Czerowski Henék képviseli. A produkció, ha jól emlékszem, egy éve készült, igaz? Igen, a lemez. A lemez egy éve készült, és én úgy tapasztalom, hogy nagyon kevés olyan jazzlemez van, ami ilyen népszerűséget tudott kivívni magának, mint ez. Nagyon sok felé hívják, hál' Istennek. Nem szokatlan a népszerűség ebben a műfajban? Hát jó kérdés. Úgy is kérdezhetném, hogy más jazzprodukciókban, amiben részt veszel, és rengetegbe veszel részt, erről tudok. Van ilyen érdeklődés iránt, és van ilyen közönség sikere, mint ennek? Hát érdeklődés van, csak másfajta. Szóval ez egy tényleg most egy picit ilyen népszerű dolog. Már olyan értelemben, hogy több fajta rétegnek és több ember szereti. Tehát olyan emberek is, akik még mondjuk most hallgattak először jazzt, vagy most vannak így először jazz közelében. És tényleg, hát tulajdonképpen elmondhatom azt, hogy mindenfajta generáció így jár a koncertünkre is. Tehát tényleg a 60 éves kezdve a 20-30-ig mindenki szereti, úgyhogy azért mondom, hogy, tehát, hogy ennyire úgy más produkcióban nem éreztem ezt a népszerűséget. Én megkockáztatom, hogy itt különös jelentősége van a dallamnak, illetve nem kockáztatom, meg tudom, mert beszélgetünk erről, és ha annak jelentősége van, hogy akkor az esztétika, a szépség egészen más fajta értékpontot nyer a produkción belül. Tehát mintha erre lenne most egy kis, vagy ebből lenne egy kis hiány, amit miért ti ezzel a produkcióval pótoltok. Jó gondolom? Igen, ezt én sejtettem, és tulajdonképpen azért csináltam. szóval én is úgy veszem észre, hogy egy picit most ez hiányzik így a palettáról. Úgyhogy remélem, hogy egyébként a második lemezünk is ugyanilyen lesz, csak ott inkább majd ilyen saját kompozíciók és ilyen saját szak. Szóval ezt a vonalat szeretnénk tartani, mert jól érezzük benne magunkat nagyon. Henit kérdezném, akinek ez az első kalandja a jazzben, de egyre inkább otthon érzed magad ebben a műfajban. Szerintem hamarosan improvizációra is alkalmas lesz lenni. Mondj valamit arról, hogy neked milyen volt ez a váltás. Nagyon nehéz, mert pont amiről beszélsz, az improvizálás, hát nagyon, az Elemér nagyon szeretné, hogyha minél többet improvizálnék. Én vagyok egy kicsit gyáva egyelőre, bevallom, de ezt majd pótolni fogom. Nagyon sok zenét szeretnék hallgatni. Hát igazából az is hiányosság nekem szerintem, hogy nem vagyok annyira, tehát nem szívtam magamba egész életemben, mint ők, nem ismerek annyi előadót, és ezt nagyon sokat kell hallgatnom. És szerintem sokkal jobban ki tudok bontakozni ebben a zenében, mint a popzenében. Nem beszélve arról, hogy a popzenében engem úgy használtak, mint háttérénekest, itt pedig szóló feladatot kaptam, és ez nagyon megtisztelő és jó dolog. Józsi? Nem ezt hallgatva, az az embernek a benyomása, hogy egy nagyon tapasztalt öreg zongorista játszik. Ehhez képest, azt hiszem, hogy te vagy a legfiatalabb az öreg. Na most ezt megcáfolnám, mert az Andriska a legfiatalabb. Ő azt hiszem egy évvel fiatalabb nálam. Jó, második vagy. Nem igaz, mert én vagyok a legfiatalabb. Jó, hát ez... Jó, egy jó pár évvel fiatalabb. Hát erre nem tudok mit mondani. Igazából szerintem csak azért lehet így hallani, mivel valamilyen szinten azért ez az én zeném is, mert az, amit Elemére elképzelt, azt sokfajtaképpen megvalósítani igazából rajtam keresztül tudja. Mivel hát, hogy a harmóniák, meg
meg a dallamvilág, meg esetleg arról van szó, hogy valamit meghangszerelni. Szerzőként is. Igen. Szerepelsz ezen a lemezen, nem csak aranzsőr és zongoristaként. Igen. Hát azért ez is úgy van, hogy azért ebben az ő keze is benne van. Szóval igazából minden számot ketten írunk, mert ugyanaz a világ. Szóval csak azt tudom mondani, hogy azért, mert együtt mozgunk, és együtt próbáljuk megcsinálni a dolgot, amennyire lehet, és amennyire. Mondhatjuk azt, hogy Elemér indított el a leginkább? Tehát az invencióid kibontásában azért ő adta a legnagyobb... Teljes mértékben. Azért az ő elképzelései alapján működik, az tény és való. És ebbe próbálom meg magamat is belecsempészni, amennyire sikerült. Amit nem tetszik neki, persze az nem, de szóval így. András, ki tudod élni magad ebbe a produkcióba? Te, akinek az a fontos, hogy a zene minél inkább ritmusos legyen, lüktető legyen, minél színesebb legyen ritmikailag. Ehhez neked van elég tered ebbe a produkcióba? Ezt meg én cáfolnám meg. Én nem hiszem, hogy nekem az a legfontosabb, hogy a zene minél ritmusosabb legyen, vagy lüktetőbb. Én pont ebben a zenekarban például nagyon sok esetben színeket játszom, ami esetleg majdnem, hogy lekottázhatatlan, mert nem konkrét ritmikai mozzanatok történnek a részemről, hanem esetleg tényleg csak ilyen foltok jelennek meg. 100%-osan ki tudom élni. Szóval nagyon kevés olyan zenekar van, ahol mondjuk lejövök a színpadról, és azt érzem, hogy minden, ami bennem volt, az ott maradt a színpadon, vagy a hangversenyteremben, vagy nem tudom, tehát, hogy sikerül azt a tisztító folyamatot, vagy nem tudom, hogy nevezem ezt, végrehajtani, ami miatt a zene számomra nagyon fontos. És ez itt maximálisan megtörténik. Elemér, mikor készül, és ugyanezzel a formációval gondolom, a következő produkció? Igen, hát ez a formáció, ezért nagyon remélem, hogy még egy jó ideig eltart, sőt, ezt én tulajdonképpen elhatároztam, hogy így végig szeretnénk csinálni, tehát életem egy része lett, ami egy nagyon fontos dolog. És most január elejétől, tehát 3-ától 10-ig veszük fel a második lemezt, és azt már most, hál' Istennek el tudom mondani konkrétan, hogy egy nagyszerű vendéget sikerült elhívni a lemezre, és ez a személy, ez tulajdonképpen egy nagyon nagy legenda, Charlie Mariano fog jönni a lemezünkre, úgyhogy hát nagyon örülök, és hát nagyon várom a találkozást, mert én nagyon sokat hallottam róla. Hát ő 4-én fog érkezni. És ötödikén veszünk fel. Közös munka. Abszolút, igen. Tehát, és hát 4 számba fog játszani, egy sajátot fog hozni, és 3 grup szám, tehát 3 saját szerzőm, úgyhogy nagyon várjuk. És aztán lesz 6-án egy zárt körű koncert a Vigadóban, ami a Sony-nak egy ilyen zárt körű. Igen. Úgyhogy az még nem tudunk bemutatni, amit már most még el tudok kiabálni, illetve elmondani így a jövőben, mert most már elég ilyen jövőben látóak lettünk, meg így jövőben gondolkozunk, hogy április 18-án a Vixiánszban lesz a lemez bemutatónk, ahol úgy szint fog játszani Charlie Mariano, és a Dés László fog szaxofonozni. Egyébként a lemezen is vendég lesz a László egy számba. Játszottál már együtt édesapáttal? Persze, számtalan. De úgy értem, hogy ilyen nagyobb jelentőségű rendezvény. Hát lemezen egyébként az a vicc, hogy talán azt mondom, hogy lemezen úgy még nem játszottunk együtt, hogy együtt voltunk benne a stúdió helyiségben. Tehát olyan volt már, hogy ő elhívott mondjuk lemezére közreműködni, de ott az ütősávok azok később kerültek föl. Koncerteken nagyon sokszor, akár az Elemérékkel, akár más formációkkal. Köszönöm szépen.
Tudo para
puede entenderlo. Povo tangle, povo fangle, clender, 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 Pollonuru keren keren na pon keren na no popolena na poenga kena taenga kena ponamano keren Por un poquito, 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 por
way to a foreign land where never been before. What haven't seen before, the curious eyes follow the stars, the shine leads us to find another way up on the sea. Cross a hurricane's eye, get 1,000 miles high, walk on the moon, get the sun. Find the other land, touch by Noah's hand, we're in our friend, to celebrate a day which opened the way. Cross the devils and their sand, ride a globe of hope, feel the energy of God's angels around. The bravest man, open the door, continent's gates, shining on the land. Hear the Lord's command, he's eternal friend, finest living stone.
his way to a foreign land where never been before. What haven't seen before the curious eyes. Follow the stars, the shine leads us to find another way. Up in the sea, cross the hurricane's eye, get 1,000 miles high, walk on the moon, get the sun. Find the underland, that's why no one's have we been on our friend. Celebrate a day which opened the way across the seven deserts and ride a globe of hope. Feel the energies of God's angels around. Bravest man, open the door. Confidence gives, searching on the land. Hear the Lord's command. His eternal friend. And find us living his song.
before, my lovely holy place. I know I sin no more when I dream of fake world, second garden of my heart. To that with a chance, and I can spread my wings and fly and put to dance, living in no more in my dreams, a fake world, a sacred garden of my heart.